Egy dolgot mindenféleképpen meg kell mutatnom, ezt már kiszúrtam, amikor bejöttem. Ez a legnagyobb zsenialitás. Ez őrületes. Sziasztok! Folytatjuk a hangszerbolt látogató sorozatot. Ma is egy nagyon frankó kis boltba megyünk el, szerencsére ez is közel van hozzám, úgyhogy gyalogszerrel közlekedek. Itt mindenféleképpen meg kell mutatnom, hogy hogy kell bejutni ebbe a boltba, mert nem hiszem, hogy jártatok már olyan hangszerboltba, ha csak itt nem, hogy csengővel kell bemenni. Ugyanis egy ilyen bérháznak az aljában van. Nem az a tipik csilli-villi hangszerbolt, amivel manapság találkozhattok, de nekem pont ezt tetszik benne a legjobban. És persze van lesznek különlegességek is szerintem, meg hát remélem, hogy megengedik, hogy kipróbáljak egy frankó gitárt is. Nagyon szépen köszönöm, hogyha támogattok, nagyon szépen köszönöm, hogyha feliratkoztok. Kezdjük is el! Itt jövök a körúton, és hát pont ebédidő van, és pont itt van véletlenül a kedvenc, egyik kedvenc kajáldám igaziból, ez a rapaz. Gyorsan bemegyek és megebédelek, de szerintem megmutatom nektek, hogy mit adnak itt, mert hogyha Blaha környékén jártok és ilyesek vagytok, mindenképpen gyertek be ide. Mutatom. Yes, köszönöm. Az lesz az én Isten. Jöjjt vagyok hozzá. Cassadilla Royalt rendeltem. Elég brutálisan néz ki. Szóval még egyszer rapaz. Mindenféleképpen gyertek el ide. Megmutatom, hogy sikerült-e megenni. Szóval Cassadilla Royal. Elfogyogatott azért, a diétámat most emiatt egy picit feladtam, de általában corned babyt és ecetes sült krumplit szoktam enni. Én még nem is hallottam máshol ecetes sült krumplit, de a legfinomabb dolog a világon. Úgyhogy még egyszer gyertek a rapaszba. Most már viszont tényleg megyünk az Arkádiába, egy perc és ott vagyok. Hogy is találtok oda az Arkádiába? Blaha felől jöttök a körúton, mentek a nyugati felé, vagy a Király utca felé. És itt a bal oldalon jöttök, jövögettek, és akkor egyszer csak, majd megláttok egy ilyen, hát kevésbé észrevehető, de ki van írva, hogy hangszer. Az a baj, hogy most azért beszélek így, mert még én sem vagyok benne biztos mindig, hogy hol van ez a bolt. De amikor már látom, igen, már megvan, egy ilyen sárga, itt az emag mellett. Na, lehet, hogy ez lesz a legjobb. Szóval meglátjátok itt az emagot. Várjál, inkább megmutatom. Szóval itt jöttök, és akkor ott van egy sárga, nem tudom, hogy látszik-e, gitár szaküzlet és szervíz felirat. És amint azt meglátjátok, pontosan ott lesz egy ajtó, és ezen az ajtón van egy csengő, vagy a csengő. És szépen megnyomjátok, és ki fog nyílni az ajtó. Most le is teszteljük, tehát ezt kell keresni. Jó, hát azért látszik, na. Csak nem tudom, nekem mindig így beleolvad. És akkor ide jöttök. Ki van írva, hogy remélem látszik. Ötös hangszer. Ja. Várj, amíg kinyitja. Ja, igen. Köszönöm szépen! És konkrétan ez történt, hogy elfelejtettem, hogy kell bemenni egy ajtón, na mindegy. És akkor itt kiértek az udvarra, és már meg is látjátok az Arkádiát magát. Ide fogunk bemenni, beszélgetünk a itt dolgozókkal, megnézzük, hogy milyen a hangszerkészlet, hogy kiknek érdemes idejönni, vagy éppen kiknek nem. Lássuk!
Tehát itt is vagyunk az Árkádiában, és egyébként nagyon meglepődtem, mert én már nagyon régóta nem voltam itt, és itt tök új üzletrészben vagyunk, eddig itt a szerviz volt, de erről szerintem már mesélj, Zolival vagyunk itt a tulajdonossal. Sziasztok, én nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtetek ide kis kamerámmal. Zoli, mióta van ez a bolt, milyen fejlesztések voltak az utóbbi időben, kiknek javaslott, hogy ide jöjjenek, mindent tudni szeretnék. Kezdjük, 2001-ben kezdtem el, azt hiszem már. Az 20 éve. Így van. Egy kicsike kis üzlethelységben, József körút 19 szám alatt. Az ez? Nem. Ez közel a Rákóczi térhez. Aha. 12 négyzetméteren indultam, és hát a szerencsére 4-5 év alatt kinőttem. Yeah. Akkor csatlakozott hozzám Urgul Laci, aki a hangszerészünk, és azóta is együtt dolgozgatunk. Kaptam egy lehetőséget, itt régen egy hangszerbolt volt, RG Beat néven, és akkori tulaj Herceg Józsi abba hagyta, és kérdezte, hogy esetleg érdekel-e, át tudom venni. És akkor persze kaptam rajta az alkalmon, és ide jöttem. Akkor még ez a helység volt. Itt, csak? Igen, igen, itt plafonokon gitárok lógtak mindenhol, és aztán szerencsére azt is kinőttük, és akkor jött egy lehetőség, hogy itt a szomszédban levő helységet megszereztük, és kiütöttük a falat, és akkor így bővültünk. Összenyitottátok az egészet. Bővültünk, most 80 négyzetméter az eladótér, van itt egy raktárunk még itt az udvarban, és hát és még rengeteg tervünk van, csak a Covid majd megmondja, hogy mit fogunk csinálni. Mi nektek itt a prioritások? Mi az, amivel itt találkozhat valaki, hogyha bejön ide? Hát úgy is hirdetjük magunkat, hogy bolt, műhely, webshop, plusz még oktatás is van nálunk. Nem mondod, én ezt nem is tudtam. Van a kis Zoli, a hobbóba játszik most, ő tanít, és fészek, nem tudom, mindenki ismeri. Persze, innen is üdvözlöm. Ők ketten tanítanak. Aztán, gitározást ugye, hogy így van, ja, igen, gitározás. Ugye mi igazából fizikailag inkább gitárszaküzlet vagyunk, de rengeteg mindennel foglalkozunk, tehát hangosítás, billentyűs, hangszerek, vonósok, és ezeknek a kiegészítői. De itt helyben ezek megkaphatók, vagy itt többnyire inkább a gitáros cuccok? Többnyire gitáros, de mindenből van. Mindenből van valamennyi. Így van. Mi az, amiben szerinted ti mások vagytok, mint egy? Én az elején már itt ugye elmondtam, hogy ez nem tipik ilyen csillivilli hangszer volt, és hogy én ezt szeretem ebben, tehát amikor idejövök, akkor ezért érzem jól magam, hogy ez egy ilyen igazi hangszer volt nekem. Hogy mi az, amiben szerinted ti mások vagytok? Hát ugye mi mindannyian szerintem azért kezdtünk ebbe bele, mert imádtuk először a zenét, és utána a hangszereket, a gitárokat főleg. Nem üzletemberként csináljuk ezt a boltot, hanem szerelemből. És tudom, nagy szavak, de akkor is de nem, jó ezt hallani, most ez nekem a szívemnek is, meg a fülemnek is, ez jó lesz. Zenészek járnak hozzánk, tehát akiket mindenki ismer, nem akarok most neveket mondani, úgyis kihagyok mindenkit. Aztán a kezdőktől kezdve bárkit szívesen fogadunk, nagyon sokat segítünk az embereknek, tehát nem az van, hogy kell vagy nem, és akkor pápá. Mikor volt ez a nagy felújítás, meg ez az átalakítás? Hát 2 évvel ezelőtt akkor felújítottuk a boltot, és rá egy hónapra kaptunk egy nagy beázást. Ahogy ennek lennie kell. Mindez a karácsonyi szezon előtt. Hát akkor ott egy kicsit összerogytunk. Hát úgyhogy kell majd még egy felújítás sajnos. De majd. Ja, és igen, tehát hogy még annyit akartam itt, hogy komoly szervizetek van itt, tehát hogy gyakorlatilag mindenféle szervizelési... Hát pengetős, igen. Tehát a gondozástól kezdve a nyakragasztás, a elektronika az abban nagyon-nagyon jó a hurgi, mint a többiben is. Úgyhogy hát folyamatosan rengeteg meló van. De szerintem azért szeretnek hozzánk járni sokan, mert egyrészt jó a munka, és nagyon gyors. Tehát valamit beugnak, azt szerintem holnapra megvan, ha csak nem egy bundozásról. Igen, nyilván. Igen. Meg egyébként itt mindig valamiről jó hangulata van itt a közegnek, meg az embereknek. Legalábbis amikor én ide jövök, akkor ezt láttam. Úgyhogy... Hát igen, mert itt úgy vagyunk kollégák, hogy haverok vagyunk közben. Aha. Úgyhogy szeretünk bejárni, dolgozni. Yes, de ritka marapság. Zoli, akkor szerintem nézzünk is szét itt a boltban. Igen. Kezdjük szerintem azzal a régi főhelységgel, ami nekem eddig megvolt a fejemben.
Ott is gitárok lesznek, de nézzük meg pontosan, hogy milyenek. Na gyere. Jó, várjatok csak, hogy lássátok, hogy itt jöttök be, és így jobb kéz felé fordultok. Na jó, egy dolgot mindenféleképpen meg kell mutatnom, ezt már kiszúrtam, amikor bejöttem. Ez a legnagyobb zsenialitás, ez őrületes. Jó, és akkor a felirat szerint most jövünk a boltba. Hát ez a régi felirat, tehát minden bolt van most már, igen. Jó, várj egy picit, itt lassan jövök, hogy minden látszódjon. Itt is van minden. Na jó, akkor ez a részleg, ez mire szolgál most hivatalosan? Hát mondja, piac tér. Itt van minden. Aha. Itt van minden, a klasszikus gitároktól kezdve. Nos, akkor végigszaladok itt ez a klasszikus gitár részlegen. Ortega. Ibanez. Valencia. Hát van egy-két. Azzal se sok helyen találkozok amúgy. Igen. Ez itt a pult, gondolom. Így van. Pengetők. Pengetők garmadája. Hát igen, itt mögötte meg mindenféle, itt vannak a kis pedálok. Meg a nagyok. Meg a nagyok, igen. Meg a párásító. De itt is vannak ilyen különlegesebb cuccok. Persze, vannak használt dolgok is. Na ezt akartam. Igen, ezt azonnal mondtam. Igen. Szóval nem csak a sima eladással foglalkozunk, hanem vétel, beszámítás, bizományi értékesítés. Tehát magyarul, hogy csak hogy jól értem-e, hogyha... Ha ide valaki behozza a gityóját, és ti úgy gondoljátok, hogy azt érdemes megvenni, mert mondjuk olyan állapotban van, vagy olyan különleges hangszer, akkor ti azt megvásároljátok tőle? Igen, igen, konkrétan. És utána azt árusítjátok? Pontosan, igen, igen. Létezik még ilyen, ez nem csak a mesében van. Igen. Oké, menjünk tovább. És akkor, na jó, akkor menjünk itt végig, itt van a 1000 milliárd féle húr. És már fönt azért vannak gityók, ott is mindenféle. Ibanez, Kort. Ugye az elengedhetetlen a hangszerboltokban. Igen. Van balkezes Ibanezünk. Na ez még a másik kardinális kérdés, hogy hány balkezes gityótok van? Hát figyelj, most itt egyből látok nem sokat. Egy, kettő, három. Három. Nagyon nehéz beszerezni. Aha. Tehát nem azért, mert nem szeretjük a balkezeseket, egyszerűen most hiány van. Tényleg? Most kevesebbet is gyártanak, vagy pedig? Vagy nem gyártanak. Vagy nem gyártanak. Oh. Oké. Okay. Ott vannak ilyen, gondolom, az ilyen jazzgitárosabb részleg. Igen, két Peerless van, ami szerintem az is egy kicsit kuriózum. Igen. Én például még soha nem is hallottam erről a márkáról, de elég jól néz ki. Azok drágák? 500-700. Hát... Akkor ilyen. Na és akkor itt jönnek a bassgitáros dolgok. Sire-ok. Fire Marcus Millerek. Igen. Imádjuk, nagyon jó árértékarányúak. Abban tényleg jó sok félétek van. Fujigan. Gibson basszusgitár, yes. Igen. Hát ilyet se sokat látok amúgy. Szeretünk mindig olyan hangszereket beszerezni, amik kuriózum, tehát hogy nem lehet látni minden boltban. Aha. Úgyhogy arra figyelünk mindig, hogy legyen valami érdekesség. Sandberg. Ú, tényleg egyszer itt próbáltam ki egy Sandberg gityót. De ez most pont speckóra egy bass. Itt ez a fekete. Így van. De lesz majd gitár is. Yeah. És akkor itt vannak még ez az alsó sor gitár. Várja. Ez itt a metal részleg? Jó, mondjuk annak. Sárverek, Jacksonok, Sárvet idén nem tudunk szerezni, aha, ezt az egyet valahogyan sikerült, itt is gyártási problémák vannak most, de reméljük majd jönnek. Jackson, ez egy 7 húros, legyező, bundos. Van. Jackson, és egy ilyen nagyon fura alakú Jackson még egy. Hát azért, ja, van. Itt a tipik, Squire sor, kötelező LTD-k, aha. Meg ott bent is a sarokban, ez is egy 7 húros lesz, igen. És akkor itt van a Sandberg. Gyerekek, ez egy baromi jó gitár. Baromi jó gitár. Epiphone. Washburn. Hát figyelj, tényleg azért
Hextröm, Krémer. Őszinte színű. Csilla, ez hát azt ne kérdezz, ez micsoda? Azt ma egész délőtt próbáltam kideríteni, hogy mi ez a hangszer. Balkezes. Igen, nagyon furán néz ki. Igen, majd egyszer kiderítjük, hogy mi ez. Konkrétan nem tudod, hogy ez... Nem találok róla semmit. De megvettétek? Valaki nem, bizományba behozták. Aha. PS gitár. Ennyi. De jól néz ki. Jól néz ki. Meg jól szól. És ez a... Az egy Sire. Ja, igen, a Larry Carton igen, modell. Igen, aha. Egy 70-es évekbeli. Japán. Elmaja. Ez japán? Igen. Elmaja. Aki hallott már az Elmajáról, az mindenféleképpen írja meg kommentbe, hogy milyen gitár. És akkor itt vannak a erősítők, ugye körben. Újak használtak vegyesen. Ebből is van használt. Ebből is, így van. Tehát erősítőből is vesztek be használtat. Abból is. Mindenből. Nagyon jó. Brutális Create, hát az sem mai darab. Nem. PB Bandit 112 ilyen nem volt. Sound City. Az a Benkő Zsolti például. Ez a Sound City? Aha. Yeah. És ez mi ez? Most veszem észre ezt a gittyót. Ez átlátszik, vagy? Hát ez plexi. Ez plexi? Aha. Szerintem 20 és 30 kiló között van a súlya. Nem mondod. Brutál. Megpróbálom megemelni, megfogod addig? Jó, hát 20 kiló nincsen, de nem könnyű. És akkor itt is még erősítők. Jó, tehát szerintem ez itt a... Na, várjatok. Ez itt az ilyen általánosabb részleg, így van, ahol... Így van. Ahol talán így a nem olyan speckó igényeket is ki tudjátok elégíteni. És akkor menjünk a következő rublikába, amit majd mindjárt megnézzünk, hogy a hivatalos felirat szerint az mi is. Pedálbordok is vannak, bocsi, igaz. Ez mi az a Yamaha EX50? Az ilyen Roland Jazz Chorus Copy. Régi. Ez is használt. Igen. Kegyetlen. Na és akkor akusztik, Custom Shop, illetve Horgi Service következik. Hát igen. Itt jó, várj, ezzel az oldalra kezdem. Ezek itt Martinok. Így van. Árak? Hát 250-től most 330-ig. Ez annyira nem is akkor. Nem, ezek a mexikói modellek, szerencsére az USA-kat eladtuk. Tényleg? Igen, volt az igen, is? Persze. Most várjuk, hogy készüljenek. Martin. Itt bent pedig Dovinák, ha jól látom. Ó, ezek is jó vityók, amúgy én szerettem őket. Itt volt a beázás. Igen, sajnos. Az anyja úristen, itt az összes beáztatónak. Dovina fal, az meg ott az egy furs. Az egy furs, így van. Igen, ezt rosszat mutatok, igen. Acoustic bass. Ez a Godin is, de jó. Ez új vagy ez? Használt. Ez is használt. Fú, gyerekek, ezek nagyon jó gityók. Van egy szép Erhard, ez most érkezett. Aha. Ó, az mennyi? 450, de ez is tegnap jött. Tényleg? Igen. Ezt ugye a Rutka Robi mesélt, hogy neki van, azt hiszem, igen, ilyen... Gulyás Erhard, Hari készíti őket, és brutál. Brutál. Büszkék vagyunk rá, hogy van ilyen magyar mester. Mögötted, hogyha már ide jöttem a kamerával, az őrületes ukulele fal, a kihagyhatatlan. Szinte minden háztartásban van már egy ukulele. Magyarul igen. Valamiért nagyon népszerű. Pedig egyébként nem könnyebb rajta játszani, mint egy gitáron, vagy nem tudom, tehát ugye, hogy meg kell tanulni az akkordokat, ugye, hogy meg kell tanulni lefogni őket. Igen, de valahogy egyszerűbbek az akkordok, és gyorsabban kapnak valahogy sikerélményt az emberek. Hát nem tudom, én nem tudok ukulelézni. Gretsch, Fender, hát van itt minden. 12 húrosatok is van. Van Sigmából. Meg Fenderből is. Meg Fenderből is, így van. Yes. Ez itt volt, akkor ez volt az akusztik gitár részleg, és akkor menjünk még egy... És jön még egy akusztik. Még egy akusztik. Ez miben? A kortok vannak. Ezek akkor itt inkább az átlag felhasználásosabb gitár. Kivéve az a felső kettő szépség. Úristen, most látom, igen.
Az egyik egy E45 stúdió, másik egy E45 standard Gibson-tól. Gibson. Mennyi? Várj. A stúdió az... az 6. 6? A standard az 9. 9? 9. Isten gyerekek. Igen. Hát, ja. Iban ezek. Itt is abban is minden fajta. Az például az a barna ott, az mi? Ez egy LAG. Ja, LAG, igen. És az gyárt akusztikusat is, azt nem is tudtam. Igen, igen, igen. Aha, itt vannak ilyen kis kedves aranyos gyerek hangszerek. Igen, kis szinti tokok, őrületes mennyiségben. Mindenféle gyönyörű ecstasy-nekben is. Júj. Kis kahon választék. És akkor jön ez szerintem az új részleg, ahol az elején kezdtük a beszélgetést. Aha. Úgyhogy gyors lenyomtam a telefont. Németi Tomi. Sziasztok. Te milyen funkcióban vagy itt? Én vagyok a minden. A webshopos, a boltvezető helyettes, a csomagoló, az eladó. Az önkéntes mérvadó. Megmondó. Na, akkor menjünk itt körbe, mert itt azért már viszont lesznek érdekességek. Kezdjünk is itt. Ez egy Ibanez fal. Jó, ja, hogy ez az is Ibanez az a... Igen, ez a két modell, ez 2021-es új modellek. Aha. Állítólag csak nekünk van a Európában ezekből a modellekből. Mondd ki még egyszer. Állítólag csak nekünk van Európában ezekből a modellekből. Tényleg? Ez mik a nevük ezeknek? Tomi, segíts! Van a Sifo. Az X-Séria, az Iceman. Igen. Ja, az Iceman, igen, igen. Ja, az a Paul Gilbertnek volt ilyen formája. Hát csak biztos nem 7 úr. Ja, nem 7 úr. Ja, neki fordítva volt? Neki fordítva, neki a Fireman. A sárga, az már valami Prestige, vagy az? Nem, ez még az indonéz. Aha. Indonéz. Igen. Két japó. Ezek japánok? Így van. Ja. Itt a lenti, hát itt van valami büszkeség, úgy látom. Igen, egy 2002-es CS336-os custom shop. Ennek véletlenül nincs kiírva az ára, vagy szándékosan? 1.150.000. Tehát eladó. Eladó, igen. Fönt van a Gretsch. Ja, meg hát lent is. Mindenhol. Ez itt egy Gretsch fal magyarul. Így van. Úristen, ebből is mennyi van itt. Ez a kis borzasztó jogító. Hú, Carvinotok is van, nem mondom. Ez is használt. Hát azt gondoltam. De menő ez is. Na, tehát akkor Gretschekből ezerféle? Gretschekből ezerféle márkaboltja vagyunk a Gretschnek. Ja. Ez nagyon fontos. Igen. Meg aztán most írtuk alá a márkabolti szerződést a Fujigennel. Szerintem iszonyatos árértékarány van. Igen. Most kevés van belőle. Aha. Szerintem holnap jön már egy nagy szállítmány. És de abban is van Tele, Superstrat, Les Paul. 7 húr. És ez milyen árkategóriákban vannak? 214 ezertől 600-700 ezerig. 600-700 ezerig. Tehát az, hogy 200 pár ezer forintért lehet japán gitárt kapni, az szerintem az nagyon jó. Ez használtak. Én ebből a kombóját egyszer ki akartam próbálni. Ja, nem tudtam kipróbálni, mert nincsen itthon. Pántok. Na és akkor menjünk be a szervízbe. Menjünk, lézzük a kurgit. Üvölt a metal. Metal zenélés. És hát, hogy máshogy kaphatnánk rajta a mestert, mint hogy éppen nyerget csiszolás van. Egy... Milyen gitjó ez? Ez is Gretsch. Már minden Gretsch lehet. Hurgi, nem tudom, hogy hallatszódni fog ez, amit mondasz, úgyhogy megpróbálok közelebb jönni. Mióta hangszerészkedsz? Mennyi gitár van a kezedben naponta? Mennyit tudsz vállalni? 96-ban végeztem. Hát azóta ezt csinálom. Az akkor már 25 éve. Ki kellett most számolni. Hát... hogy mennyi gitár van a kezemben, változó. Van olyan nap, hogy 14 gitárt is hoznak. Úristen. Úgyhogy ez attól függ, össze-vissza. Megmutatjuk itt a kis műhelyszentét.
kockfészkelnek. Mindig egy száműznek engem a bot végébe. Hát de itt, ja, itt minden meg tudsz csinálni, úgy látom. Ezek itt a éppen igen. Soron következő hangszerek, vagy már... Hát ezek már kész vannak. Ott van itt minden. Jézus, azzal mit szoktál csinálni? Köszörűvel? Köszörűvel. Hát ideges. Mindenre jó a köszörű, olyan, mint a Purhab. Meg a VD40. VD40, igen. Hát gyerekek, itt akkor, várjál. Úgy látom, hogy elég komplett felszerelés van itt az Arcadiában, és ez a megújult rész engem nagyon kellemesen meglepett. Még Jack Daniels-t is árulnak meg. Nem, az a Gibsonhoz jár. Ja, az a Gibson, tényleg nem mondod. Tényleg jár hozzá. De azt gyárilag jár hozzá, vagy az? Nem, az Arcadia adja hozzá. Hát akkor már megéri megvenni ezeket a Gibsonokat. Zoli, nem tudom, hogy lehetne egy olyat, hogy ha van valamilyen gityótok, amire azt mondod, hogy ez jó, akkor én azt kipróbáljam. Sok időd van. Egyet, csak egyet, ami... Hát akkor próbáld ki a Gibit, jó? Annál kevésbé jó is jó, nekem én nem, nincsenek ilyen nagy igényeim. Más jó. Van még egy Gibi. Nem, akkor már inkább ezt. Jó. Jó, várj. Tehát akkor őt fogom kipróbálni? Így van. Yes. Hát lássuk. Most fogom széttörni. Csak nem. Vigyázz a tetejére! A viszkire. Igen. Nehogy a viszkinek baja legyen a gitárnak bármi lehet. Vigyük előre, jó? Vigyük előre. Menj csak előttem. Értelmes erősítő. Ukulelék. Ez egy 2002-es History Collection CS336. Igen. Én az ES335-ről tudok. Én meg amikor megszereztem ezt, azt hittem, hogy egy ES339. És itt azért ilyen finom hangolós? Finom hangolós, ez az egy, ami nem eredeti rajta. Aha. Ezt az előző tulaj, ezt kicserélte. És ez 1.100.000 forint ez a gitár? Igen. Gitározni. Ez milyen érdekes, hogy ez a pick-up, mint hogyha gyengébb lenne a híd. Igen, viszont ha rákapcsolsz torzítóra, majd egy SG, így. Nézzük meg torzítva. Hát ez működik. Ez lehet rockolni is. Annak ellenére, hogy nem szeretem a Gibsonokat, én rövid menzúra, az nekem kevésbé jó valamiért, ezzel így meg tudnék békélni. Tibusz volt bent múlt héten, és nagyon beleszeretett. Várj, csak mert most nem látszol a kalucsiba. Tibusz volt itt múlt héten, és rengeteget játszott rajta. Igen? Beleszeretett, igen. Úgyhogy... Ennyivel közelebb vagyok Tibuszhoz is, hát nyilván máshogy játszunk egy picikét, de hát abszolút szerethető. Persze.
mondjuk ez az Black Star erősítő és egy ilyen szúrósabb. Csak egy Black Star HT5-ön próbáljuk egy Randall bármilyen vintage 30-as ládával, az is elég kutyául néz ki, mármint egy menőn. Yeah. Akkor tetszett. Kicsit megrángattam a húrokat. Hát igen. De 1 millió 1-jel legyen is jó egy gitár, nem? Azt gondolom. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattátok. Még azt mondtad, hogy próbálja ki még egy gitárt. Hozhatom. Nézzük meg akkor még azt is. És akkor azzal kapcsolatban is mondj pár szót. Olé. Megjött a tanár bácsi. Forog? Persze. Ez a gitár, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Csak. Sőzetek, fészek. Sziasztok. Azonnal gyere be. Nem látják az arcodat. Ja, ő itt a tanár bácsi. Csak nem tudom, hogy fogják-e valamit mondasz. Hogyha tanulni akartok menőn gitározni, akkor hozzágyertek mindenféleképpen. De így vagy, meg a Tomihoz menjetek. Hirtelen a főnök úrnak dolga akad, de ezt a gitárt még mindenféleképpen ki kell próbálnom. Azt mondták, hogy Tomi veszi át itt a szerepet. Igen. Miért kell kipróbálnom nekem ezt a gitárt? Azért, mert ez a jövő hónapban kisorsolásra kerül. Bárki megnyerheti? Nem bárki, aki 10 000 forint felett vásárol a webshopba. Aha. Beírjátok be a közlemény rovatba, hogy Win Gretsch egybe. Win, mint nyerni, Gretsch, mint Gretsch. És ennyi a feladat. Találott az európai Fender cég és a Gretsch közösen, hogy akkor ezt most sorsoljuk ki. Ennyivel tudnak nekik segíteni. Hát ami ez az elég menő. Ez mennyibe kell ez a gitár amúgy? 180 000 forintos hangszer. Nem tudunk milliós hangszert kisorsolni, mint más cégek, de próbálkozunk. Te így is szerintem ez... Milyen cég volt, aki már Magyarországon milliós hangszert sorsolt ki? Nem tudom, másik, konkurens, nem magyar. Ja. Ez most lett kicsomagolva ez a gitjó. Igen, de nem ez lesz, hanem egy másik színben. Milyen színben? Dark Cherry Sunburst. Tehát ilyen vörös színű hangszer lesz, de ugyanez a hangszer, ez a G5220-as hangszer. Egyébként ez például mit csinál ez? Ez a hangerő? Ez a master hangerő. Tehát ez egészet le. Itt beállítod, hogy melyik két hangszint akarod egy hangerőt rakni. Két hangszedőz, és akkor igen, ha beállítottad, avval már csak le kell venned. Hát ez egy Les Paul jellegű megoldás. És csörög, hát figyelj! Megint dolgozunk. Abszolút nem tudok gitározni. És egyébként jó. Sokan vannak így. Ennyi. Gyerekek, menő. Tehát nyerhettek egy Gretscht, vásároltok. Tudok gitározni. Vásároltok 10 000 forintért az Arkádiába, ami egyébként egy... November 15-ig. November 15-ig, igen. Ami egyébként egy nagyon szerethető üzlet. Kedves Zoli, aki most már nem figyel rám, és Tomi, nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Szívesen. Köszönjük, hogy eljöttél. Gyertek, hogyha Gretsch kell, hogyha használt gitárotok valamire, azt gondoljátok, hogy megéri ide behozni, eladni, akkor is jöhetek ide. Ha szerviz kell, akkor is jöhettek ide. Meg egyébként mindenféle ilyen sok érdekességgel találkozhatok. Sok minden van, sok minden nincs, de... De inkább van. Yes. Köszöntöm szépen. Kösz szépen. Csőzetek! Halló!